Lassan vízkereszt közeleg és búcsút inthetünk a karácsonyi időszaknak. A rendkívülisége mellett hordozott magában örömöket is és népszerűséget Bátaszék számára. Részesei lettek egy országos játéknak, melynek eredményeként felkerültek egy térképre. A kezdeményező a Bátaszék Non-Profit Marketing Kft. Volt. Láttam én is hasonlót más településeken is, de nem volt akkora divat, mint mondjuk már 2020-ban, amikor hivatalosan is mondjuk 268 település egy solymári kezdeményezés kapcsán egy internetes oldalon keresztül csatlakozott ehhez az egészhez. Két nap alatt elfogytak az ablakok, mert hogy a játék lényege az volt, hogy 24 fő vagy 24 család választ vagy kap egy számot, és az utcafronti ablakot adventi kalendáriummal varázsolja. Ezeket fényképeztük le és tettük közzé a város minden online felületén. Természetesen a vállalkozó szellemű családok között egy játékot is hirdettek, egy újévi malac kerül kisorsolásra. Aki legalább 20 ablakot megkeres, megtalál és lefényképez, és a Bátaszékért Marketing Non-Profit Kft. E-mail címére elküldi, azok között kisorsolunk egy újévi malacot. És tavaly is érkezett sok jó megfejtés, kisorsoltuk, és a malacnak gazdája lett, illetve ez nem egészen pontos, mert hogy aki megnyerte a játékot, ő az élő malacsal nem tudott volna mit kezdeni. És ezt beváltottuk egy bátaszéki hentes üzletben fölhasználható, azonos értékű vásárlási utalványra, ezért a hölgy, aki megnyerte, családosként nagyon örült ennek a lehetőségnek. Ugyanezt hirdettük most meg ebben az évben, azzal kiegészítve, hogy az általam már említett Solymár település által létrehozott kezdeményezéshez is csatlakoztunk, tehát ahhoz a 268 településhez, amelyik az internetes felületen is országvilág számára láthatóvá tette, hogy csatlakozott a világító adventi kalendáriumok klubjához Magyarországon. Nos, az idei esztendő győztese a sorsoláson egy általános iskolás kislány lett. Arról egyelőre még nincs döntés, mi lesz a malaccal. Az ő sorsáról napokon belül születik majd döntés.